milyen élet volt. A világlátás. Az volt a lényeg. Emberismeret. Én is részt vettem a háborúba. Sajnos már nem emlékszem, csak a kellemes dolgokra emlékszem. Nem a kellemetekre, kellemetlenekre. Az életet úgy élem, ahogy akarom, nem ahogy nekem rám fogják. Nem nagyon szoktam álmodni. Én jól alszom, de az álom az nem az enyém. Álmodni csak ébren szeretek, nem alva. Ilyen jó szüleim voltak. Drága jó emberek. Kedvesek, jóságosak, igazságosak. Mindent, amit kaptam, azt tőlük kaptam. A szeretet. A szeretet, a jóság, a kedvesség. De mindenki meghal. Én is meghalok, nem olyan nagyon sokára. Mert hány éves vagyok már? Mert nem is emlékszem. 100? Ez lehetséges? Nem. Ez túlzás. Nem túlzás. Hát, hogy csinálom, nem tudom. Én nem csinálom. Ezt a természet adta. És a szülők. Én nem imádkozok. Én szeretek jó lenni emberekkel, de imádkozni nem így kell, mert nem hiszek Istenben. Emberekben hiszek. Én szerintem az élet maga is nevetséges. De nem rossz. Az ember inkább keresi azt, ami jó, ami kellemes. Éljen úgy. Mozzanatnyi élmények vannak, mint ahogy az egész életről az embernek általában nem egy folyamatos élménye van, hanem bizonyos pillanatok, bizonyos mozzanatok megmaradnak. Hiszek Istenbe, és az utóbbi években ezek nem csak szavak. Mert általában az ember ugye, Istenem segíts, ez nem mindig abból a hitből fakad, hogy én tényleg elvárom, hanem egy mondás. Tehát nem biztos, hogy van mindenkinél alapja ennek. Korábban nagyon sokszor repültem álmomban, tudtam repülni. Most már nem tudok. Igazából felejteni valóm nincs. Emlékezni nagyon jó bizonyos dolgokra.